Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a mi sorozatunkat, aminek a téma Én tudom, te képes vagy, te meg tudod csinálni. I know you can. És természetesen ezek a videók elsősorban fiataloknak szól, akik 18 éves elmúltak, akik most indulnának az önálló életét építeni, akik most befejeznek az iskolákat és kell tervezni a jövőt. Mi már beszéltünk sok mindenről, beszéltünk arról, hogy hogyan legyünk függetlenek mindentől, hogy ha mi valamit megtervezünk, akkor csináljuk meg, és semmi ne zavarja minket, se a véleménye, se semmi, hanem megyünk és csináljunk. Beszéltünk rövidtávú célokról, sőt, gyakoroltunk, hogy sikerélmény legyen, kapjunk önbizalmat és erőt, utána egy hónapos célokról, most pedig a nagy tervezés, célok tervezése kapu előtt állunk, de mielőtt elkezdjünk, felmerülhet egy kérdés. Hát most jó, elkezdtünk volna tervezni életünket, de kicsit összeomlott a világ, mindenki otthon kell üljön, zárva legyen, és így tovább, akkor lehet, hogy nem, nincs értelme folytatni. De van értelme folytatni, mert ettől függetlenül mi történik, szerettem volna olyanféle tervezést tanítani benneteket, ami bármilyen körülmény között vagyunk, mindig tudjunk sikeresek lenni. És most ez az idő, ami van, ez nekünk igazából egy szempontból pozitív. Nekünk ez most egy jó dolog. Miért? Mondom. Ma felteszem egy kérdést, és következő alkalommal majd megbeszéljünk együtt. A kérdés az, hogy az életünket tervezni kell valamilyen alapra. Hogy akarok az egész célt, élet célját megcélozni, betervezni, akkor kell egy alap. Hogy a jó alapra építem az életemet, a célokat és a terveket, akkor nagyon sikeres leszek és boldog leszek, és nem lesz kudarcom. Hogyha rossz, akkor összeomlik akár egész életem. Mint a, például, hogyha mi építjünk egy házat alap nélkül, vagy egy rossz alapra, amikor egy idő múlva ez az alap elromlik, az összes ház összedőlhet. Ugyanúgy, hogyha az ember életét építi szépségre, pénzre, fiatalságra, egészségre, az nem biztos, vagy biztos, hogy nem fog sokáig maradni, és amikor ez az alap megrecsen, akkor bedől az élet, akkor csődbe megy az embernek az élete, a vége boldogságnak és minden másnak. Ezért házi feladat nektek, hogy ti mit gondoljátok, mi az alap, mire kell építeni, írjátok kommentekbe, és akkor majd ezeket meg fogunk veletek beszélni. És mielőtt elbúcsúzunk, szeretnék megkérni benneteket, hogy most nagyon legyetek érzékenyek azok iránt, akik körülöttek vannak, figyelmesek, mindannyian most ezt kell, hogy csináljunk, nekünk nagyon fontos együttérző lenni, megértő, türelmes, érzékeny, figyelmes, segítőkész, mert most ebben a nehéz helyzetben az a jó, ami most megtanuljunk egészséges viszonyukra, ami általában egy kicsit elment a hangsúly a világba, most pedig ezeket vissza tudjunk rakni, a hangsúlyokat, és ez egy nagyon jó dolog. Oké, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok a csengő gombot, írjátok a kommenteket, legyitek boldogok és elégedettek, minden rendben lesz. Hare Krishna!